1957. januárjában a mecseki szabadságharcok miatt a Tárkányi féle népbíróság BHÜ 1/2, tehát népi demokratikus államrendszer megdöntésére irányuló tiltott fegyveres csoportba való tevékeny részvétel miatt 7 évre ítéltek. Hát aztán ezután innét a pécsi börtönbe elvittek Vácra, Váci Fegyháznak a MZ magánzárka részére, ahol hát közel egy évig az alsó részek, ahol voltam, bebádogozott ablakok voltak, ha netán láttál nyulólat, akkor olyan, mint a nyuletető ez a lemezet. Egy kis csík azért volt, ahol a rácsmű ki lehetett látni, egy személyes cellák. Még azt is megtudtam, hogy az egyesbe, ami emlékcella volt, abban volt Rákosi, a hármasban meg Kádár. Hát üresek sajnos ezek a cellák. Na, a lényeg az, hogy miután másodfokú, közel egy év múlva megtörtént, ott hozzátettek ehhez a BHÜ 1/2-höz még rablást is, hiszen egyedül voltam gépkocsi vezető a mecseken, és a pécsváradi rendőrös lefegyverzésénél a lövészetről visszajövő rendőrök vipponját, ami egyébként tele volt fegyverekkel, azt én vittem el, tehát ez a rablás ténye fegyver és gépkocsi. Tehát gondolom ezt majd később. Hát az az egy év az nem volt valami vidám dolog, de a második évben már kint az osztályom, tehát tömegzárkában voltunk, ahol már nyáron még a Dunára is kimentünk, szenet az uszályról talicskázni. Aztán a szalagüzembe dolgoztam, majd két év múlva cserétek az öt év alattiakat a gyűjtőbe, a magasabb évvel rendelkezőket örömükre, gondolom, visszavácra. Aztán hát itt még két évet, már mosodába dolgoztam, majd az autószerelő műhelyben, végül motorszerelő műhelyben, onnét aztán négy év lejárta után. Akkor szinte mindenkinek, aki öt évre ítéltek el, aznak a negyedrészt elengedték, így aztán 60. szeptember végén hazajöttem. Kik voltak azok a neves személyiségek, akik ott megismert? Hát nagyon sokat tudnak. Írók, költők, ügyvédek, pártitkárok. Aztán, hát akit most ismerünk, ugye Göncz Árpád, Regéczi Nagy László, Fónai Jenő, és sorolhatnám. Darvas Ivántól kezdve több színészig, énekesig. Én azt hiszem, inkább az a pár papok. Szóval lényeg az, hogy azért már a nagy zárkába, tehát ahol többen voltunk, ott azért hát ragadt rám valami. Tehát igen sokat tanultam, de hát inkább az irodalom, a költészetről. A politika az nem érdekelt, még utána sem. Meg érzékem sincs hozzá. Milyen volt a pécsi rendőrség fogdájában eltöltött idő? Most tudtam meg nem régen, hogy azokat a cellákat megszüntették. Ez ilyen egyszemélyes, ablak nélküli cella volt, egy minden nélküli paprics, ahol teljes szabadságom volt,
minden nap, kivéve este, akkor fölvittek, és akkor egész éjjel el kellett mondanom, hogy mi történt a meccseken, hogy volt, kit ismertem, mondjam a neveket. Hát én el is mondtam becsületesen mindazoknak a nevét, akikről tudtam, hogy kimentek, mint Horváth Géza, a parancsnok, komlói főorvos, vagy a volt motorállomás vezető Szántó Józsi bácsi, vagy egy Honvéd alhadnagy Fonyó István. Tehát,